Sziasztok, én Ádám vagyok, és ebben a videóban a Warburgról fogok most nektek beszélni, ugyanis már régen volt róla a videó, jött bele elektronika, beszereltem, nagyjából elrendeztem itt a kábeleket, úgyhogy a mai videóban most erről lesz szó. De várjatok csak, valami hiányzik. Mégpedig ez. Már mindjárt jobb. Na, beszéljünk kicsit róla. Jött bele egy hangszóró, itt egy kis kapcsoló, egy kis vezérlőáramkör, be lett az összes kábel szerelve. Ugye a motortér, azt már mutattam, jött 4 darab tartóbak, plusz egy ilyen kis fedél, ami majd ide jön majd rá. Na, de meg is mutatom, hogy mi micsoda. Ezt itt bekapcsolom. Igen, akkor felvillan egy pár darab lámpa, mert nagyon sok van amúgy. Akkor meg is mutatom, hogy mi micsoda. Vannak kapcsolók is. Mindjárt megkeresem őket, mert mondom, nagyon sok van. Azt mondja, hogy ez éppen most nem csinál semmit. Mindjárt megkeressük. Aha, itt is van az első kapcsoló. Ez így felvillannak a lámpák. A többi. Egy kapcsolóval, szóval itt is van egy kapcsoló, ez a duda, ott is van a kis hangszóró, amit beszereltem. Itt van egy pár ilyen szalag, amit majd ide fel kell ragasztani, csak az a baj, hogy kicsit feljöttek, úgyhogy majd szigetelő szalaggal kell. Mutatom a többit. Van itt még kapcsoló. És hát ilyen a hangja. És itt ki tudom kapcsolni. Szóval ennyi. Majd a kábeleket el kell rendezni. Úgyhogy majd még lesznek a Warburgról videók, tehát természetesen. És ez a videó ennyi is lett volna. Ja, még persze a kipufogó az fel van teljesen szerelve. Nem sokára jön a következő lapszám, majd arról is csinálok akkor videót. Tetszett a videó, akkor nyomass egy lájkot, iratkozz fel a csatornámra, találkozunk legközelebb. Sziasztok!